Mit tud ez a rom? Van rajta játékféleség, vagy le lehet tölteni? Nem, Ali. És valami lövöldözős vagy gyilkolós játék? Jól megadná most az alaphangot. Mi van, csak nem vagy ideges? Hogy ne lennék ideges? Embert ölni megyünk. Méghozzá nem is egy ideget. Ettől lesz még szórakoztatóbb. Állj! Megjöttünk! Tüntessétek el a kocsikat, gyerünk! Bahárral mi lesz? Elnézést, legyen szíves! Pillanat! Jó napot, eltéved, hölgyem, segíthetek esetleg? Igen, ezt a címet kéne megtalálnom. Ó, már bőven elhagyta. Vissza kéne fordulni és a lámpánál balra. Nagyszerű. Kösz az útbaigazítást. Cserébe nem tudna nekem adni egy zsebkendőt? Dehogy nem. Tessék. Ha nem, hát nem. Most ezzel mi van? Na ne, a fenébe. Várjon, álljon meg! Hogy képzeli ezt? Hé! Mindkét oldalt lezártuk. Ide már csak az jön be, akit vár. És ezek? Szemetes zsákok. Ezzel testrészeinek. Na, már jön is. Megyek a többiekhez, nehogy elroncsanak valamit. Nagyon jól vagy te itt. Maradj szépen velem, Teffo. Őszintén, mi azért jól egymásra találtunk. Ugye? Fegyverhordozomból a vérem, a testvérem lettél. Így van, Ali. Teffo, ez az én utolsó. Az én utolsó komolyabb dobásom, testvér. Nem, bátyám. A mi utolsó dobásunk az lesz, amikor golyót kapunk. Jó szöveg. Tényleg jó. Hol tanulod ezeket a bölcsességeket, Teffo, eh? Van valami öreg tudor a közeledben? Például tőled. Legalább most ne kábíts, Teffo. Legalább most ne. Na gyere, zárjuk le az ügyet. Jöttem, mikor élsz ide? Jó, hogy hívsz, képzeld, mi történt. Na, micsoda? Megálltam, hogy megkérdezzem az utat. Erre defektet kaptam, most cserélik a kereket, úgyhogy kések egy kicsit. Hogy lukad ki? Nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani, de szerintem az a férfi szúrta ki, akit megkérdeztem. Na mindegy, sietek. Bahár, inkább ne is gyere. Halasszuk el a dolgot. Ne csinálj, tudod, hogy fontos lenne beszélnünk. Várj meg! Most leteszem, de később hívlak, rendben? A fogós Ali.
valami mondani való. Csak amit már tudsz. Ha még egyszer rám fogod azt a pisztolyt, akkor használnod kell. Ezzel? Ez a helyzet most egy kicsit más, mint az akkori. Ugye neked is feltűnt? Igen. Szeretnéd végre döntésre vinni a dolgot, igaz? Mit titkolsz előlem ennyire ezzel? Szerintem egy olyan dolog lehet, amit ha két napig kínozlak, se tudok meg. Jól sejtem? Megtudod, Ali. De még nincs itt az ideje. Viszont te meghalsz, itt és most! Mikor mondhatnád el nekem ezt? Később. Miért tartod magad ilyen menőnek? Azt hiszed, annyira különleges vagy, hogy a golyó sem fog rajtad? Te, ez tényleg nem fél a haláltól? Miért? Mert ez lesz az első alkalom, hogy megölnek. Olyan vagy, mint amikor valami felragad ide a szájpadlásomra. És az Istennek sem akar onnan lejönni. Pont ilyen vagy nekem. Áruld el, mit titkolsz előlem? Ki a franc vagy? Nézd meg jól. Fordulj meg! Fordulj már meg! Utolsó szó. Bahárnak kiújult a betegsége. Ha nem kezelik, meghal. Vedd rá, hogy menjen kórházba. Én is tudom, de csak rád hallgat. Ha elmondod neki, hogy ez volt az utolsó kérésem, rád is fog. Tudom megtenni a rohadt életben, nem tudom! Te fó! Fedd elő a fegyveredet! Fedd elő azt a fegyvert! Ali! Te fó! Ha tényleg az én oldalamon állsz, most bizonyíthatod! Legalább ne hátulról. Üzümön öli. Fordulj meg!
most válasz. Te megölni senkit. Töltény van. Ütőszeg viszont nincs, te. Akartál megölni engem. Te csak csapdába akartál csalni. Vele együtt. Ideje volt, hogy te is átérezd ezzel. Ellenem fordítottad azokat, akiket szeretek. Elvetted Bahart. Tempót is elvetted. Nem sok tudom, de én őket tényleg szerettem. De te ettől a két embertől is megfosztottál. Ha senki nincs mellettem, szerinted mi marad nekem? Egyedül fogós Ali! Mit csinálsz te fikkel? Nem tudom. Felétek mit szoktak tenni az árulókkal? Engedd el őt. Cserébe elmondom neked, amit tudni akarsz. Ne! Ne fárasd magad! Teffik majd elmesél nekem mindent. Ő biztosan nem. Igaz lehet. Végül is te sokkal jobban ismered nálam. Ha viszont nem beszél, egy napig, holnap estig élvezheti még a vendégszeretetemet. Vagyis, ha valami mondani valód van, ennyi időt kapsz, hogy összeszedd a gondolataidat és elmondj mindent! Mehetek? Ennyi volt. Nem is volt annyira félelmetes. Kb. Mennyit voltam bent? 7-8 órát? Egész jól bírtam, nem? Egy órát voltál. Na, ne hülyeskedj már. Amúgy a cellámot már elhagytuk. Ott volt a... Mi a... Mit akartok? Na... Mit csináltok? Mi a fene? Mi ez? Mi? Te meg mit művelsz? Megörültél, ha? Mi az a 12, hallod? Mit jelent ez? Azt, hogy emlékezz.
ezzel, Bayraktar. Bárcsak ne lennél ott. Bárcsak ne lennél ott is. Ali? Hogy ne gyere ide, Bahar. Ezzel légy szíves, mondd el. Ali tette. Miattam csinálta, ugye? Eddig nem mondtam, mert nem akartalak megbántani. De maradj ki ebből az egészből, hallod? Ezzel. Nem te fogod eldönteni, hogy mit tegyek, vagy mit ne. Világos? Nem vagyok a játékszered, és megbeszéltük, hogy többé nem versz át. Ali tette. Mert megtudta, hogy ki vagy. Szerinted, ha tudná, akkor itt hagyott volna, Bahar. Miért csinálod ezt velünk? Kivel? Veled biztos nem, Bahar, csak velük. A velük Eysenra is vonatkozik. Aki a nővérem, akármennyire is gyűlölöm. Hogyha neki ártani akarsz, azzal nekem is ártasz ezzel. Egyáltalán rajta miért kell bosszút állnod? Szerinted miért? Eysen nem fogod bántani. Mert nem hagyom. És ő nem bűnös, ezt te is tudod. Az egész a többiek védke, velük rendezd le a dolgodat. Bár ne gyerekeskedj. Ez így van ezzel, ő nem bűnös. Tudod, hányszor győzködtem ezzel én is magamat? Pont Eysen, az én Eysenom ilyet nem tehetett. Minden nap vártam, hogy bejön, és eloszlat bennem minden gyanút, de nem tette. Ő nem ilyen. Én is ezt reméltem, el nem tudod képzelni, mennyire drukkoltam magamban ezért. Ő mindennél jobban szeret, soha nem vetemedne arra, hogy eláruljon engem. És ha így is lenne? Tegyük fel. Mi van, ha ő mégsem árult el? Csak hogy nem így van, Bahar. Akkor ha más miatt tette volna ezt, ha kényszerből árult el téged, önhibáján kívül, akkor mit szólnál? Mondd csak ezzel. Honnan tudjam, Bahar? Csak tudod. Vagy mit tennél? Tudod, hogy mit tennék, úgyhogy ezt megkérdezd. Mondd el. Hallani szeretném. Ha kiderülne, itt és most, hogy Eysen ártatlan. Megölelném őt. Azt így is megtetted. De ömerként ölelném meg, Bahar. Mintha közben megállt volna az idő. Újra őt választanád. És a bűnösökkel. Akik elárultak, azokkal mi lenne? Azon, aki ezt tette velünk. Valószínűleg ugyanúgy bosszút állnék. Csak akkor már Eysen nevében is megtorolnám. Bahar! Köszönöm, hogy őszintén elmondtad nekem. Thank you.
Beszéljünk odafent, jó? Ti maradjatok itt. Mi van már megint? Semmi. Valami csak történt. És valami rossz, ugye, Camille? Mondd csak el, légy szíves. Tefik. Mi van Tefikkel? Ali rájött, hogy kettős játékot játszik. De ezzel segít rajta, ugye? Megmenti őt, igaz? Ezek nem egyszerű dolgok, sem nem. Mit csinálsz? Ne menj fel oda! Mondta, hogy itt várjuk. Az én hibám. Megint úgy viselkedtem, mint valami durcás kiskölyök. Adjuk ezt most, tegyük félre. Ezt a problémát az idő majd megoldja. Most inkább ezzel a Tefik kérdéssel foglalkozzunk. Hogy jöhettek rá, hogy velünk van? Ez az, amit én sem tudom. Abban biztos vagyok, hogy nem tőlük tudják. Adott a kérdés, hogy akkor mégis kitört. Bátya. Ha? Mi lehet ebből? Már figyelmeztettelek, öcsém. Mindig lesznek olyan emberek, akik elengedik a kezedet. Akik egyszer csak úgy döntenek, hogy elég volt belőled. És inkább a könnyebb utat választják. Lásd a te ellenségeidet. Sebnem! Kértem, hogy várjatok odalent, Sebnem. Nem! És nem is megyek le, amíg nem kapok választ! Ezzel én is benne vagyok ebben az ügyben, sőt, sokszor az életemet kockáztatom egy-egy munkával. Nem érdemlem, hogy kizárj minden fontos történésből. Nyilván nem minden tartozik rám, de ez most nagyon is. Kérlek. Padlón vagyunk, öreg, és ránk számolnak. Ali holnap estig adott nekem időt, és betartja, amit ígért. Tudom, hogy Ali szavatartó, de vajon Tefik, mennyire marad hű az ígéretéhez? Igen, mellette áll, csak hogy nem tudta elvégezni a feladatát. És miután Ali nem tudná őt bántani, félő, hogy ez a gyerek sem árt majd Alinak. Hidd el nekem, Ali nem fogja kímélni. Sőt, azt mondom, nem is hagyja életben. Abból nem lehet bajunk, ha nem hagyja életben. Abból viszont igen, ha megkíméli. Tefik gyakorlatilag mindent tud rólad. Nem az a gond, ha elhallgat, hanem ha beszélni kezd. Tefik nem olyan. Őt senki nem tudja szóra bírni. Szerintem. Szerinted, de ennél kicsit jobban ismerem a fiút, elhiszem. Ha Tefik beszélni fog, azt nem félelemből teszi. Ha Tefik valamit mond, az mindig a megbánásból fakad. Vagyis, bátyám? Vagyis, fiam, ennek a problémának a gyökere nem az ő megmentésében rejlik, a megsemmisítésében. Ezt ne hagyd! Tévedés kizárva. A tévedést soha nem lehet kizárni. A hibát viszont el kell kerülni. De úgy érzed, képes vagy erre? Várd meg, amíg híreket kapok. Ne, várjon még egy percet! Nem öleti meg őt, ugye? Ő velünk van. Biztos? Persze, hogy az. Ha engem kaptak volna el, mi lenne? Ugyanúgy beáldoznának. Beszélnél nekik? Ha előjönne a fogójával, szerintem abban a pillanatban. De te ezzel biztos megmentene. Kitalálnál valamit, ugye ezzel? És Camille sem hagyna cserben. Tefik meg aztán pláne. Egyedül maga öletne meg. Várja, míg többet tudok. Ezzel! Kihozzuk őt valahogy, sem nem. Megígéred. Mm-hmm.
dobogós barátom. Mondjad. Van nálad valami, ami nekem igen fontos. Ugye megvan még? Megvan, bátyám. Megtennéd, hogy elküldöd nekem még a mai napot? Inkább gyere ide, és vidd el. Értelek. De annyira azért nem fontos. Ha meg akarod tartani, a tiéd lehet, komám. Ennyivel elintézed? Ennyivel, kisfiam. Vagy ha mégsem, azt majd megtudod, ha legközelebb találkozunk. Nem biztos, hogy meg kéne azt várnod. Vagy akkor már találkozzunk minél előbb. De csak te meg én. Nekem is lenne egy-két szavam hozzád. Ezt ne is várd tőlem, apa, én ilyet nem fogok mondani. Ha te nem, akkor elmondom én, Eysán. Valahogy meg kell állítani. Mi lesz, ha gondol egyet és nagy dobra veri? Most kell igazán ravasznak lenni, lányom. Oj. Apa! Bár! Gyere csak ide, szívem! Lepihenek. Fáradt vagyok. Pedig beszélhetnénk egy kicsit. Erről az Ömer ügyről, nem? Ti is tudtátok? Azt sejtettem, hogy te igen. És gondolom, benne is voltál. Igaz? És? Te miért csináltad? Érted, kislányom, hogy te meggyógyulhass. Mikor foglalkoztál te az én gyógyulásommal, apa, mi? Halálos betegen otthagytál, nem így volt? Nem egészen, Bahar. Most bántani akarsz minket? Megint csak én érezhetném magam megbántva, és teljes joggal. Halljam! Mi van még, amit nem mondtál el? Gondolom, van még más is, akinek tönkretettük az életét. Bahar, én soha senkit nem akar... Te megmondhatsz akármit. Tudom, hogy a pénzért tetted. Nyilván jó kis részesedést kaptál, igaz? Érdekelne, mennyiért vettek meg? Ezt most befejeztük, érted? Nézd meg a nővéredet. Nézd meg őt. Egy megtört asszonyt láthatsz magad előtt. Milyen bűne lehet, mi? Mit árthatott ő neked, Bahar? Bármit. Nem ez a lényeg. Mindnyájan bűnösök vagyunk. De ne várjátok, hogy én részt veszek ebben a játékban. Belefáradtam az örökös hazudozásba. Bahar, ide hallgass. Muszáj volt tennünk valamit, és ezt tettük. Próbálj meg beletörődni. Ne állítsd be minket szörnyetegeknek. Nézd meg Eysánt, nézd! Belerokkant a teherbe, amit miattad visel. Egy kicsit sem sajnálod. Mi egy család vagyunk, Bahar. Megteszünk egymásért, amit csak lehet, nem így van? Ami tőlünk telik. Na látod. Persze, én teljesen megértem a haragodat. Nyilván szomorú vagy emiatt. Sajnálod Ömert, sajnálod a családját, a testvérét. De ezen túl kell lépni, lezárni. Nem pedig lelkiismeret furdalást okozni magadnak. És legfőképp nem, meggondolatlanul cselekedni. Hogy meggondolatlanul? Hát úgy, a titkunkkal kapcsolatban. Maradjon ez köztünk. Egy összetartó családban ez így helyén való. Attól féltek, hogy feljelentelek benneteket. Igaz? Ilyennek tartasz? Azt hiszed, nem tudom, mennyit törődtél velem, és semmibe veszem azt az egészet. Hát komolyan. Jaj, apa.
Kérünk két teát, és oszoljatok. Hallottátok? Egyedül akar beszélni. Ramiz? Aha. Nálad ez jelenti azt, hogy csak mi ketten? Ha az embernek sok barátja van, nehéz egyedül maradni a testvére. Azt hiszem, ez arra is érvényes, akinek sok az ellensége, bátyám. Esetleg tedd fel a másik kezedet is az asztalra, és akkor tényleg magunkban lehetünk barátok. Ne hidd, hogy hülyeséget csinálok. Annyira már én is kiismertelek téged, hidd el. Nem kevés leckét kaptam már tőled. Tudom, mire vagy képes. És tiszteletben tartom azt, amit eddig elértél. Köszönöm, öcsém. Ráadásul ezzel is veled van, ami újabb fegyvertény. Ha ti ketten összefogtok ellenem adott esetben, valószínűleg nem sokan fogadnának rám. Így igaz, testvér. Kezdjük Bahárral. Ha úgy vesszük, én is részt vállaltam abban, hogy kimaradt az ügyünkből. Egy kis hálát remélve. De hiába. Tefik ugyanez. Tefik. Ő tényleg megértett engem. Vele még ha el is szúrtunk néha ezt-azt, jó volt. Élveztem vele a munkát. És most hogy vagy vele? Most nem éppen jól. Mert egyedül maradtam. Veletek szemben. Komoly harc lesz. Nem kell hozzá nagy jós tehetség, hogy lássuk a kimenetelét. Egész egyszerűen bedaráltok engem. Jól mondom? Jól mondod. Ekkora hülyének már nem kéne lennem, mi? El kéne ezt felejtenem, és lelépni, ugye? Hagyni ezt az egészet a fenébe, és eltűnni a színről. Jól mondom? Nagyon jó. Csak hogy én nem szoktam ám elmenekülni. Nem jellemző rám. Ennek fényében, öreg, nem adom Tefiket. És egyezkedni sem fogok érte. Tegyétek csak szépen ki, amitek van. Első nap, amikor találkoztunk, mit is mondtál? Azt mondtad, itt van végre egy fiatal ember, aki nyíltan vállalja magát. A halálomig ilyen leszek, bátyám. Mind halálig. Mind halálig.